Igor Mirovitja, a szerb haladópárt alelnöke közvetlenül az ülés kezdet előtt, újságírók előtt jelentette ki, hogy a vajdasági hatalom elveszítette legitimitását, ez bizonyítja az időközi választások eredménye. A politikus szerint egy éven belül rendkívüli választásokra kerül sor. Borislav Novakovics, a Demokrata Párt tartományi frakció vezetője szerint a hatalom szilárd és semmi sem indokolja az idő előtti választásokat. Videćete da su kandidati Demokratske stranke u prvom krugu dobili znatno više glasova nego što su dobili u maju prošle godine. To je jedina promjena. A képviselőház elnöke azt mondta, a szerb haladó párt levelét a következő napokban részletesen is megvizsgálja. Pásztor István szerint a pótválasztások eredményei nem jelentik azt, hogy a hatalom elveszítette támogatottságát. Az előrehozott választások, amik az elmúlt hetekben a három önkormányzat területén kerültek megszervezésre, Apatinban, Szenttamáson és Becskereken, arról tanúskodnak, hogy a mostani parlamenti többség elveszítette a támogatását. Azt gondolom, hogy ezeket a mondatokat politikai szándékkal ki lehet mondani, de nem ez a mérvadó. A parlament szinte vita nélkül fogadta el a tartományi egészségügyi titkárhelyettes és vagyonjogi ügyészhelyettes kinevezéséről szóló előterjesztést és a tartomány tulajdonában lévő építkezési terület kataszteri bejegyzéséről készült tájékoztatót. A tervek szerint a tartomány a városra ruházza a területet, ahol vízgyár épül majd.